Megállapodott az MSZP és az Együtt 2014 PM Szövetség a választási közös indulás közpolitikai alapelveiben és abban, hogy a 106 egyéni körzetben milyen szempontok szerint indítanak közös jelölteket. Augusztus végéig a jelöltek kiválasztásáról is megegyezhetnek. Cél a szavazat maximálás. A mai 6 órán át tartó megbeszélésen arról is döntöttek, hogy a két alakulat közös listát fog állítani. Arról, hogy ki hol indul, ezentúl a nyilvánosság kizárásával egyeztetnek. Reggel pontosan érkeztek a delegációk, azután, hogy a két párt egyeztetései befagytak a múlt héten. Az Együtt ugyanis nem 106, hanem csak 90 választókörzetben jelölt saját politikust. Ennek okairól sajtószivárogtatások formájában nyilatkozatháború kezdődött. Az előjelek ellenére a hosszasan várakozó újságíróknak teljes egyetértésről számoltak be a vezetők. Új fázisba fog kerülni ez az egyeztetés, mostantól kezdve a konkrétumok irányába haladunk, tehát magyarul az egyéni választókerületi jelölteknek a megtalálása és kiválasztása, és azoknak az elveknek az összehangolása lesz a cél, ami egy továbbra is közösen elhatározott célunk, nevezetesen, hogy egy közös listát is tudjunk állítani a közös jelöltek mögé, mellé. Korábbi információk szerint Gúr Nándor az MSZP alelnöke Miskolcon, Simon Gábor elnök helyettes a 18. kerületben, Molnár Zsolt a párt fővárosi elnöke Budán indulhat. Az elnökség tagjai közül Harangozó Tamás Szekszárdon, Kunhalmi Ágnes a 7. kerületben, Bangóné Borbély Ildikó Püspökladányban, Varga László Miskolcon, Kóros Lajos az Egri Füzesabonyi körzetben. A PM országosan ismert politikusai pedig Budapesten indulhatnának. Bajnai Gordon azt mondta, szándékosan adtak át egy 90 fős jelöltet tartalmazó listát az MSZP-nek. Ez egy vihar egy pohár vízben. Hiszen biztosak abban, hogy a szocialisták 16-nál több körzetben akarnak saját politikust elindítani. Most nevekről nem beszéltünk, mielőtt megkérdeznék, konkrét körzetekről sem beszéltünk, de tisztáztuk, hogy ez a folyamat milyen elvek, milyen szabályok alapján és milyen menetrendben, milyen határidővel fog végigmenni. Az ATV úgy tudja, nem igaz, hogy az Együtt PM volt szocialista politikust akar elfogadtatni az MSZP-vel. Cáfolták tehát, hogy Keller László például az ő jelöltjük volna. Szavazat maximalizáció, ez az alapelv, ami mindegyikünk számára nagyon fontos. Ehhez azonban nagyvonalúságra és rugalmasságra van szükség, mondta Mesterházi Attila, aki azt is mondta, ma nem beszéltek arról, hogy álljanak hozzá más párt csatlakozásához. Fontosnak tartották, hogy elvi alapjai legyenek a közös kormányzásnak, erről egy dokumentum is született. Ígéretet tettek egy igazságos adórendszerre, az egy kulcsos adó eltörlésére, garanciát vállalnak a korrupció megszüntetésére, az ügynöklisták felderítésére, a média szabadságára, és hogy nem tér vissza a költségvetési felelőtlenség. Új szerződésre van szükség, mondta Bajnai azokkal, akikkel a Fidesz felbontotta a társadalmi megállapodást. Az egyeztetések zárt ajtók mögött folytatódnak, augusztus végéig eldőlhetnek a személyi kérdések a jelöltállításban. Ezt követheti a miniszterelnök jelöltről szóló döntés.